Új csarnokkal gazdagodik a Tolnamözsi Futszál Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően. A támogatás elismerés az Egyesület számára, a választás nem véletlenül esett a tolnaiakra, a beruházást a klub több évtizedes kiemelkedő munkájáért és eredményeiért kapta. Erről Simon Ferenc, az Egyesület elnök helyettese beszélt bővebben. Országosan elismert a itteni futszál sportélet. Nyilván elsősorban a hölgyeken keresztül, hiszen 2004 óta szereplünk egyedülállóként az első osztályú bajnokságban, de a férfi futszalunk is egyre ismertebbé vált, és ugye a dél-dunántúli régióban talán mi vagyunk a legkiemelkedőbb olyan sportszeret, aki a futszállal komolyan foglalkozik, komoly tömegbázissal. Volt, amikor több mint 150 sportolónk volt itt. Az Egyesület már tervezi az építkezés ütemezését. A folyamat nem lesz egyszerű, sok munka és feladat vár a klubra a létesítmény elkészültéig. A legjobb elképzelés, a legjobb forgatókönyv az lenne, hogyha jövő év elején el tudnánk kezdeni az építkezést, és abban az esetben, ha források folyamatosan rendelkezésre állnak, akkor van esély arra, hogy talán jövő év végén a csarnok használható is lesz, de még egyszer hangsúlyozom, hogy rengeteg munka előzi meg azt, hogy ez valóban így valósuljon meg. Az épülethez látványtervek is készültek, a komplexum új, modern és 21. századi lesz. A hazai és az ide látogató vendégjátékosok és szurkolók korszerű körülményekre számíthatnak. Ez egy szabvány futballpályát fog tartalmazni, parkettaborítással 20-40-es méretben. Lesz egy 200 fős lelátó a csarnokban, illetve a kiszolgáló létesítmény, öltözők és egyéb olyan berendezések, ami szükséges a csarnok működtetéséhez. Simon Ferenc elmondása szerint a projekt fő célja az utánpótlás korosztályú gyermekek bevonzása. Abban bíznak, hogy ez a csarnok vonzó lesz a fiatalok számára, és a számítógép elől kimozdulva napi 1-2 órát futszállal töltenek el. További célkitűzésük a lány utánpótlás korosztály mellett a fiú szakák fellendítése is. A beruházás költsége 650 millió forint, amelyhez 460 millió forint TAO támogatásból, 190 millió forint szponzori támogatásból érkezik. A program kapcsán helyi támogatók segítségére is számítanak.